Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Paks 2, benyújtották kedden a létesítési engedélykérelmet. Képviselőtestületi ülés Dombóváron, közintézményeket vonhatnak össze. Sorban állás a kórháznál, fenn kell tartani a biztonsági szabályokat. Egészségügyi dolgozókat ismertek el, Semmelweis napra készülnek az orvosok és ápolók. Benyújtotta kedden a Paks 2 Atomerőmű ZRT az új blokkok építéséhez szükséges létesítési engedélykérelmet. Innentől kezdve, ha minden jól megy, legfeljebb 15 hónap múlva létesítési engedélyt kaphat a főépület. Süli János, az atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a 283 ezer oldalas dokumentumcsomag benyújtását. Lezártuk a beadványozást, ez reggel 8 óra 30 perckor ez befejeződött. Kedden reggel adta be a Paks 2 Atomerőmű ZRT az Országos Atomenergiai Hivatalnak az új atomerőmű létesítési engedélykérelmét. Ezt Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be a Paksi Társadalmi Tanács ülése után. Nekünk azokat a követelményeket kellett, megfelelést kellett bizonyítani, amit a nukleáris biztonsági szabályzat előírt, amit bel a szerződésbe előírt követelményeknek, hogy megfelel a blokk. Tehát ez a beadványozás arról szól, hogy műszaki, biztonsági, környezeti, telephely minden vonatkozásában a blokk tudni fogja azt, amit elvárunk tőle. A hatóságnak mostantól 15 hónapja van arra, hogy a kérelmet elbírálja, és ha mindent rendben találnak, akkor 2021. szeptemberében a főépület létesítési engedélyt kaphat. Paks 2 munkatársai hónapokon keresztül, tavaly őszóta dolgoztak a műszaki mellékletekkel együtt 283 ezer oldalnyi dokumentáció összeállításán. A mérnöki mellett nagyon komoly fordítói munkára is szükség volt az iratanyag kidolgozásakor. Mivel a tervező az zömében orosz nyelven, a munkanyelv angol nyelv, és a hatóság pedig magyarul kéri be a dokumentációt. Azt is el lehet képzelni, hogy nem csak műszaki apparátus kellett ez a mennyiségű dokumentációnak az elkészítéséhez, hanem rengeteg fordító, de olyan szakfordítói tudás is, ami folyamatosan nyomon követte a változásokat. Szeptembertől Paks 2 munkatársai tájékoztató fórumokat tartanak majd az atomerőmű környezetében található 47 településen, ahol az építkezéssel kapcsolatos minden kérdésre válaszolnak, de már most is elérhetőek azok a beruházást bemutató tájékoztató füzetek, amiket a vállalat honlapján bárki megtekinthet. Már kész tervekkel rendelkező óvodafejlesztést terveztetne újra a Tolnai megyeszékhely önkormányzatának Éjjel-Szekszár tagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottsága, erről döntöttek legutóbbi ülésükön. Nem ez az első alkalom, hogy pályázati pénzből megvalósuló fejlesztésen próbálnak az Éjjel-Szekszár tagok változtatni. A Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelővel is így tettek, annál a projektnél viszont most úgy tűnik, hogy emiatt a város elbukja a pénzt. Itt a szekszárdi Szőlőhegyen található az az óvoda, aminek a felújítására és átépítésére még 2018-ban nyert topos támogatást a város önkormányzata. Ezt egészítette ki a miniszterelnökség. A fejlesztéshez már elkészültek a tervek. Az ilyen szekszártagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság viszont hétfőn úgy döntött, változtatnának azokon. Szerintük ugyanis 15%-kal csökkenteni kellene a beépített terület nagyságát, és új árajánlatokat is kérnének be. Korábban hasonló történt a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelővel is. Arra a fejlesztésre is az előző ciklusban nyert az önkormányzat pályázati pénzt. A beruházást abban az esetben az Éjjel-Szekszár tagok is megszavazták, később viszont mégis akadályozni kezdték az építkezést. Először védett madarakra, majd lakossági tiltakozásra hivatkoztak, de szóba került az is, hogy avarkori temető található a terület alatt. Végül néhány napja le is állították a munkát, erről közgyűlési határozatot hoztak. Pedig korábban Ács Rezső, a várospolgármestere többször elmondta, hogy az államkincstár egyértelműen közölte, hogy a fejlesztésre csak azon a helyszínen az eredeti terveknek megfelelően kap a város pénzt. Ugyanezt hangsúlyozta néhány napja Szekszárd Gazdasági Bizottságának korábbi elnöke is. A hatóság kimondta, hogy más helyet módosításra nem fogad el. Most megint állítólag van 10 újabb hely, ahol itt próbálkozunk, hogy hol lehetne megvalósítani.
Meg lehet, ha van rá pénz, de akkor ezt teljes összegében a városnak kéne állni. Hogy a szőlőhegyi óvoda esetében engedélyezi-e a hatóság a tervek átalakítását és az eredeti pályázattól való eltérést, egyelőre nem lehet tudni. A projektet viszont 2021 végéig el kell számolni, és kérdéses, hogy ilyen rövid idő alatt elkészül-e, ha még most kezdenek a terveken változtatni. Amennyiben a riportban elhangzottakkal kapcsolatban az Éjjel-Szekszárd képviselő is kifejtenék véleményüket, természetesen helyet adunk nekik híradónkban. Összevonhatják a Dombóvári Művelődési Házat, Könyvtárat és Helytörténeti Múzeumot. Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete arról döntött a június 30-án megtartott ülésen, hogy szakértőhöz fordul abban a kérdésben, hogy gazdaságilag mi a célra vezetőbb, milyen formában üzemeltesse tovább az intézményeket a közalkalmazotti jogviszony átalakulása után. Megtartotta a veszélyhelyzet utáni első ülését a Dombóvári Önkormányzat képviselőtestülete. 19 napi rendi pontot tárgyaltak, többek között azt is, hogy a közművelődési intézményeket, művelődési ház, könyvtár, helytörténeti múzeum összevonják és egy közös gazdasági szerv alá helyezik. Közművelődési intézményeink tekintetében tavaly óta már foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy vajon ez a működési forma, amelyben ők működnek, ez megfelel-e mai kor követelményének, valóban ez a leggazdaságosabb és a leghatékonyabb. A Dombóvári Művelődési Ház non-profit Kft.-ként, a könyvtár közintézményként működik, és utóbbi a felelős a helytörténeti múzeumért is. A testület elrendelte, hogy egy intézmény keretén belül történjenek a feladatok ellátásai. Szerencsés lenne talán egy közintézményt működtetni, együtt a művelődési házat, a könyvtárat és a helytörténeti múzeumot. Ezek nekünk pusztán csak érzéseink, ezért már úgy döntöttünk, hogy felkérünk egy szakértőt, aki elkészíti ennek a koncepcióját, hogy vajon a bennünk élő gondolatok megfelelnek a valóságnak, vagy adott esetben van erre akár jobb megoldás is. A szakértő megállapítja, hogy melyik gazdasági formában lenne a legjobb, legkedvezőbb tovább üzemeltetni az intézményeket. A külső szakértő kiválasztása és megbízása a polgármester feladata lesz. Augusztusban meghirdetik a 10 hektárnál kisebb állami termőterületek egy jelentős részét. A kormány tavasszal elindított új földértékesítési programját a vártnál is jelentősebb érdeklődés fogadta. A 3 hektár alatti állami termőterületeket gyakorlatilag elkapkodták a gazdálkodók. A meghirdetett területek közül összesen 13.200 parcellára érkezett érvényes vételi ajánlat. Az átlagos vételár megközelítette a hektáronkénti 1 millió forintot. Az állam így összesen 5,5 milliárd forint bevételre számíthat. Hosszú sorok állnak a szekszárdi rendelőintézet előtt. Németh Csaba főigazgató azt mondja, továbbra is meg kell tartani azokat az előírásokat, melyek a vírus elleni védekezést szolgálják. A főigazgató kiemelte, minden lehetőséget megteremt a kórház arra, hogy a várakozás komfortosabb legyen, de ehhez a betegeknek is tenniük kell. Sorban állnak a betegek a szekszárdi rendelőintézet bejárata előtt. A koronavírus járvány elleni védekezési előírásokat betartva csak az léphet be az ajtón, aki átesett a szűrésen és előre egyeztetett időpontban érkezett. Németh Csaba főigazgató azt mondja, a kórház minden lehetséges eszközzel segíti a várakozás megkönnyítését. Az eddigi szigorú beléptetési rendszert a lehetséges könnyítésekkel, de fönt kell tartani. A második kérdés, hogy lehet ezt komfortosítani. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez minél kevesebb kellemetlenséggel járjon a hozzánk betérő betegeknek. Ezért a kórház újabb belépési pontot nyitott meg, ezentúl a főportán keresztül is be lehet jutni az intézménybe, ahol a tesztet is elvégeztethetik a paciensek. A hozzánk érkező betegektől is kérnénk szépen annyit, hogy időre jöjjenek, mert akármilyen szabályos is a beléptetés és a szűrővizsgálatnak az elvégzése, lényeges idővel az előjegyzési idejük előtt nem fogjuk őket beengedni, hanem csak az előjegyzési előtt egy 10 perc, 4 órával legfőjebb. A kórház vezetése napokon belül sátrakat és padokat helyez ki a rendelőintézet környékére, ezzel is segítve a betegek várakozással járó nehézségeinek csökkentését. Kitüntették az év ápolóját és az év orvosát a Dombóvári Szent Lukács kórházban. Emellett egy 22 éve itt dolgozó, két szakvizsgával rendelkező adjunktus kapott főorvosi kinevezést.
Július 1-e pirosbetűs ünnep az egészségügyben. Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének születésnapja, nem csak munkaszüneti nap a dolgozóknak, de ilyenkor osztják ki az év orvosa és az év ápolója díjat, valamint a kinevezések is ilyenkor esedékesek. Mindig alulról érkező javaslatok vannak, és a főnővérek az ápolók kapcsán, illetve a főorvosi kar az orvosok kapcsán terjeszt elő több nevet is mindig minden díjra, és aztán vagy a menedzsment, vagy a kórház közössége dönt abban, hogy kit szeretnénk abban az évben kitüntetni. Az év ápolója díjat idén Bencéné Szerec Ilona, az intenzív osztály vezető főnővére kapta. Pap előtt főorvos szerint az egész intenzív osztályt a hátán viszi, szakmailag és emberileg egyaránt alkalmas a kitüntetésre. Az év orvosa dr. Lassú Péter a sebészeti jellegű Mátrix osztály vezető főorvosa lett, aki egy teljesen új sebészeti eljárást vezetett be a kórházba. Laparoszkópiás úton operálja daganatos betegeket, ami sokkal gyorsabb felépülési időt eredményez. Ez mindenképpen a továbbiakban egy nagyon fontos lelki támaszt nyújt a kollégáknak, hiszen nem csak egy személyi elismerés, nem arról van szó, hogy a főnöke felterjesztette, vagy a kórház igazgatója adott neki valami kitüntetést, hanem egy egész közösség ismeri el az ő szellemi munkásságát, illetve az ő személyiségét is, és ez mindenképpen fontos minden kollégának. Dr. Mirosnyicsenko Szergejt főorvossá nevezték ki. 22 éve dolgozik a Dombóvári Szent Lukács kórházban. Sebészeti és traumatológiai szakvizsgával is rendelkezik, ami egyedülálló a kórház életében, és nagyon ritka országos szinten is. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Jogi, pszichológiai és érdekvédelmi segítség áldozatsegítő központ nyílt Pécs központjában. Csúszott a mestervizsga a járványhelyzet miatt Pécset, a gázszerelő szakmunkások végül számot adhatnak tudásukról. Desedai táborozás, a tó körül élő állatokról tanultak a gyerekek. Áldozatsegítő központ nyílt Pécset, a Széchenyi téren található irodában többek között jogi, pszichológiai és érdekvédelmi segítséget nyújtanak a bajba jutott baranyaiaknak. Az átadó ünnepségen Varga Judit igazságügyi miniszter elmondta, a kormány célja, hogy hamarosan minden megyében létrehozzanak egy ilyen központot. Pécs a negyedik helyszín az országban, ahol szakértő segítséget kaphatnak azok, akik valamilyen bűncselekmény áldozataivá váltak. Ünnepélyesen megnyitom Pécs áldozatsegítő központot, és köszönöm mindenkinek a munkáját. Az új pécsi áldozatsegítő központ avató ünnepségén vett részt az igazságügyi miniszter. Varga Judit elmondta, közel egy éves miniszteri kinevezése óta fontos feladatnak tartja, elsősorban a család, a nők, a gyermekek, az idősek és a fogyatékkal élők támogatását. A kormány ennek érdekében indította el az áldozatsegítő központok kialakítására irányuló programját, melyben Pécs a negyedik helyszín az országban. Magyarországon az áldozatsegítő rendszer évek óta működik, az állam civil és egyházi jótékonysági partnereivel együtt, és széles eszköztárral rendelkezik az erőszakos bűncselekmények áldozatainak megsegítésére, a jogi és pszichológiai támogatástól kezdve a kártalanításon át a védett szállások biztosításáig. Az ünnepségen a Baranya megyei kormány megbízott úgy fogalmazott, a kormányhivatal évek óta foglalkozik áldozatsegítéssel, ám ez a központ még szélesebb körben tudja fogadni az érintetteket. Horváth Zoltán kiemelte, mindez komoly együttműködéssel lehetséges. Ma vannak, akik harcolnak és küzdenek a kormánnyal, és inkább barikádokat építenek, mint hidat. Ez a mai rendezvény és ez az áldozatsegítő központ pedig azt mutatja meg számunkra, hogy a kormány és a helyi szereplők együttműködésével lehet építeni intézményt, lehet építeni együttműködést, lehet építeni a jövőt. A Dél-Dunántúli régióban, azon belül is Baranyában kiemelten fontos egy ilyen intézmény létrehozása, hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke. Őri László azt mondta, a térségnek és az önkormányzatoknak szüksége van a civil szervezetekkel és egyesületekkel való kapcsolatok kialakítására, az áldozatok megsegítése védelme érdekében. Baranya megye 301 településének, a kis közösségeknek ott lehet szerepe ebben a munkában, hogy a hozzánk beérkező információkat azt továbbítani tudjuk. Ott lehet szerepünk az áldozat segítés munkájában, hogy azzal a több száz civil szervezettel, akikkel tartjuk a kapcsolatot, azokkal élő módon megtartva a kapcsolatot, odafigyelünk Baranya megye minden polgárára.
ezekhez a szervezetekhez tartozik többek között a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat is. Az egyesület pedig már sok éve együttműködő partnere Baranyának, mondta a régióvezető. Emellett a kormány célja, hogy a jövőben minden megyében létrehozzanak ilyen áldozatsegítő központot. Mestervizsgázhattak azok a gázszerelők, akik még januárban kezdték el az erre felkészítő tanfolyamot. Eredetileg áprilisban adhattak volna számot tudásukról, azonban a járványhelyzet miatt ezt el kellett halasztani. Végül június utolsó napjaiban sor kerülhetett a mestervizsgára. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte tanfolyamon most 11 gázszerelő szerezheti meg a szakmunkások legmagasabb elismerését jelentő mestercímet. A feladatban megadott csőrendszert hegeszti össze a mesterjelölt a gyakorlati vizsgán a Bázis utcai tanműhelyben pénteken. Társa Kálmán Ferenc azt mondja, hasznos volt a tanfolyam, még a sok éves szakmai tapasztalat ellenére is. Azért mondom, voltak új dolgok, amivel találkoztunk, voltak régek, amit elfelejtettünk, fölfrissítettük, úgyhogy ez szerintem hasznos. A képzés januárban indult a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A gyakorlati résszel kezdtek, majd közbeszólt a járványhelyzet. Sajnos, amit beköszöntötti a március 16-a után a járvány, úgyhogy akkor a képzésünk igazából részben ugye megállt. Ennek megfelelően az április 26-ára tervezett vizsgát, azt most így a június hónap végén sikerül ugye megtartani. Ennek megfelelően egy kicsit melegünk van, viszont a tanulókkal a különböző felületeken, tehát interneten, illetve a programok segítségével online formában sikerült megvalósítanunk a képzésnek az elméleti részét. Megéri a gázszerelő szakmát választani a fiataloknak is, akik tovább tanulás előtt állnak, mondja a vizsgabizottság tagja. Úgy látom, hogy amíg a gázipar teljesíteni fog, már pedig még fog egy darabig, addig azért ez egy biztos megélhetést ad. Ráadásul ez egy olyan szakma, ami nagyon keresett nyugaton is. Tehát például az acélcsöves hegesztés, amit itt most csinálnak a fiatalok, az Németországban kipusztuló félben van. Tehát nem nagyon van ott már olyan szakember, a mesterek ott is értenek hozzá, de ott már csak a mesterek, nálunk még azért a szakmunkások is értenek a hegesztéshez. Jó megélhetést jelent ez a szakmai végzettség, tudtuk meg a vizsgabizottság tagjától. Június végén 11-en vizsgáztak, hogy mesteroklevelet kaphassanak. Ezzel gyakorlati oktatást végezhetnek majd a képzőhelyeken, de a munkaerőpiacon is előnyt jelent a mestercím, hiszen sok cég keresi azokat, akik ezzel a szakmai végzettséggel rendelkeznek. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet végét ünnepelték a Senior Örömtánc csoport tagjai Komlón. A Zömében 70 év feletti hölgyekből álló csapat a hazánkban is népszerű Hálataps elnevezésű kezdeményezés záró eseményét szervezték meg a Baranyai városban. Mint mondták, a vidám hangulatban telt programmal a frontvonalban dolgozóknak mondanak köszönetet. A komlói Senior Örömtánc csoport tagjai mutatták be koreográfiájukat a Városháza előtti téren. A hölgyek többsége már a 70. életévét is betöltötte, de koruk nem akadályozza őket az aktív mozgásban. Az egy éve alakult csoportban, ahogy a nevük is mutatja, az öröm és a tánc a legfontosabb. Lélekfelemelő egyébként a tánc. A tánc nem csak gyógyít, de alapvetően a legfontosabb, és nagyon sok idősebb embernek valóban az a legfontosabb, hogy gyógyító hatása is van. Nagyon szeretem a társaságot, és nem járok sehova, de ez viszont nagyon jó nekem. Minden elemet megmozgatja, agyamat, lelkemet. Jó. Az örömtáncosok különleges alkalomból gyűltek össze a komlói főtéren. A résztvevők mind a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet végét ünnepelték. Amíg a szigorú korlátozások érvényben voltak, Magyarországon is elindult a Hálataps elnevezésű kezdeményezés. Az akció keretében főként az egészségügyben dolgozók munkáját köszönték meg minden este tapssal. A táncosok vezetője stábunknak elmondta, hazánkban Komlón köszöntötték így először a frontvonalban helytállókat. Úgy gondoltuk, hogy ezzel megháláljuk nekik, hogyha kiállunk az ablakba, az erkélyre, és tapsolunk. És ez Komlón kezdődött. És most azért gondoltuk, hogy egy ilyen, mivel vége van a karanténnak, most tulajdonképpen akkor egy ilyen záró, hálatapsos bulit szervezünk. Nagy Mária kiemelte, a Senior Örömtáncosok mottója a mozgás öröm agytorna. A programon ugyanis a hálataps kezdeményezés zárása mellett azt szerették volna megmutatni, milyen közösségépítő és gyógyító ereje is van a táncnak.
A Desedánál élő állatokkal ismerkedtek a gyerekek a Fekete István Látogatóközpont nyári táborában. A kisdiákok nem csak elméletben tanultak a környezetről, hanem kirándultak is, és a horgászatot is kipróbálták. Készültek a csalik a desadai horgászaton, a Fekete István Látogatóközpont táborában szakember segítségével a pecázást is kipróbálhatták a gyerekek. Negyedik éve csináljuk a peca táborainkat itt a szomszédba, azóta együttműködés van a látogatóközponttal. Mi tartunk egy horgásznapot, ami gyerekeink megjöhetnek ide hajózni, illetve a múzeumot megnézni. Most is éppen zajlik nálunk is a tábor, úgyhogy pár óra alatt azt gondolom, hogy kedvet csinálni lehet. A gyerekek nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is ismerkedtek a természettel. Mindenkinek megvolt a kedvelt programja. A hajózás, meg itt játszunk egy ilyen kártyajátékot, az is nagyon tetszett. Fiúk, lányok egyaránt szívesen ragadtak pecabotot is, de mint Lina mesélte, neki a pókokról tanultak tetszettek leginkább, s már nem fél ezektől az állatoktól. Nem mindegyik csíp, meg kell tanulni, hogy melyik csíp, és melyik nem. És milyen állatokról tanultál még itt? Hát békák, siklók, meg ugye a pókok, halak, meg a madarakról is. Az idei táborban a mitológiai alakokat is bevonták az oktatásba az eddigi természettudományi ismeretek mellett. A tábor során tanult állatokat, mint például a pókokat a görög mitológiában is megemlítik, ugye ilyen Arakné története, aztán perui indián mitológiákban is föltűnnek pókok, illetve a japán mondavilágban is. A Fekete István Látogatóközpontban ezen a nyáron még 3 turnusban várják a 7 és 12 éves korú gyerekeket a Desedán. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit röviden. Paks 2 benyújtották kedden a létesítési engedélykérelmet. Képviselőtestületi ülés Dombóváron, közintézményeket vonhatnak össze. Sorban állás a kórháznál, fenn kell tartani a biztonsági szabályokat. Egészségügyi dolgozókat ismertek el, Semmelweis napra készülnek az orvosok és ápolók. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, ismét 30 fok fölé melegszik a levegő, az UV-sugárzás eléri a nagyon erős fokozatot a kora délutáni időszakban, éjjel gyengén felhős, csapadékmentes, szélcsendes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!